Hát sziasztok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk most Szegeden, és nem is máshol, mint egy játékvonalban, mert hol máshol lennénk. Na és hát át is jöttünk ide a normálisabbik környezetbe, itt van már, látjátok, mögöttem a Dome templom, és hát ez a tér egyébként nagyon-nagyon szép, de és engem nézzetek, szóval mutatom is. Alapvetően a tér ötlete, gondolatmenete jó, viszont az, hogy összesen itt három pad van, az hát ugye egy ekkora téren azért ez egy eléggé érdekes dolog. Tudom, most egy óriás kerék is. Egyébként én már egyszer itt voltam, még tök kis koromban, és akkor nem volt óriás kerék. Most itt a toronytemplom, a dom, és hát igen, de én ezzel magyaráznám azt, hogy biztosan felmerült már páratokban, hogy ilyen világvégékre lehet, hogy tudtok-e, mint Jászent László, meg ilyesmi helyek, úgy ismerjük ezeket, és még Szegeden nem voltunk, meg Debrecen, meg Nyíregyházán, Miskolcon, ilyen helyeken, hogy nem lehetünk. Ez azért lehetséges egyébként, mert hogy összes ilyen városban már voltam, még azelőtt, mielőtt elkezdtem videózni. Viszont most ez azért jöttünk ide-vissza, mert egy, már nagyon régen voltunk, kettő, meg ki akartam próbálni a IC Plus luxus kocsi osztályt, és akkor, hogyha ha már jön Szegedre, mert ugye ez korábban még nem jött Szegedre, ha már jön Szegedre mostanában, akkor miért ne jönnénk vele Szegedre, és itt vagyunk Szegeden. Egy kis templom is van, ezt én nem nevezem mondjuk templom, meg ilyen épület, na. Emlékmű, ugye valami, és akkor itt egy ilyen kis tér. Igen, ez tök jó környezet itt egyébként, nagyon szép, csak mondom, lehetne több zöld felület, meg több pad igazából, és akkor ez úgy szebb lenne. Szóval én ezt tanácsolnám Szegednek, hogy tegye ezzel jobbá a környezetet. Szóval Szeged, a vonatközlekedésünk az jó. Persze ugye óránként a szegedi IC-k, mi a napfény IC-vel jöttünk reggel, szerintem azt láttátok is. Ha azt a videót azt nem láttátok, akkor most belinkelem a leírásba. Ja, és egyébként most még annyit hozzátennék, hogy elmondanám a elköszönés meg a hát összegzés helyet, vagy nem helyet, mert előtte még a tapasztalatunkat a IC Plus első osztálykocsi osztályról. Szerintem az egy nagyon luxus, és nagyon, hát ugye már átlaghoz képest nagyon prémium kocsi osztály, és nekem nagyon tetszett egyébként. Hát vissza ide a videóhoz egyébként. Szóval szerintem még nem voltatok, gyertek el Szegedre, viszont ha voltatok, akkor hát szerintem egy ilyen 5 évig akkor nem kell jönni. És az én véleményem, mert itt azért... hát látnivalóból mondjuk sok van, de hogy azért én nem érzem azt, hogy most ide annyira minden évben vissza kéne járni. Legalább most már van erős videónk. De nekem nem új ez a hely, de legalább már videónk van róla. Na hát és akkor széles képbe a templommal búcsúzom, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!